A nagyokat, az asztráta TF-et, a hagyjúböszörményt levadászó, több meglepetés győzelmet arató Tolnamös bizony bánta, hogy így lett vége a női NB1-es futzálbajnokságnak, ahogy. Negyedik helyen voltak Nagy Roland lányai, és a rájátszásban még a bajnoki döntőben is reménykedtek. A szövetség döntése értelmében azon a helyen, ahol éppen álltak március 11-én, ott fejezték be a 2019-20-as bajnokságot, vagyis a negyediken, amivel összességében azért nem elégedetlenek. A csapat folyamatosan fejlődött, egyre jobb eredményeket ért el. Minden csapatot meg tudtunk verni a alapszakasz folyamán, így jó eséllyel indulhattunk volna neki a felsőházi rájátszásnak. Ez az év stabilnak ígérkezett a gazdasági háttér szempontjából. Korábban ugyanis hiába volt a mainál jobb csapatuk, hazai sztárjátékosok és az ukrán légió jelenlétében, tavaszra mindig kiüresedett a kassa, ez szakmailag és morálisan éreztette hatását a pályán is. Noha az NB1-es futzál, Simon Ferenc elnök belső információja szerint jövedelem kiegészítéssel kecsegtett a játékosok motiválására, legalábbis Tolnán. Bár azzal, hogy két már felnőtt szinten is NB1-es teljesítményre képes saját nevelési játékost építettek be a tolnamözsiek, Wiesner Dalma és Vámosi Georgina személyében, ez megerősítette a szponzorokat, támogatásuk, további támogatásuk helyességére. Egy első számú szempont, hogy a tolnai fiataloknak lehetőséget adjunk, akik éltek is a lehetőséggel, hiszen Wiesner Dalma most már második éve nagyon érett játékot mutat a felnőtt csapatban, Vámosi Gina pedig berobbant az NB1-be, óriási tehetség, és reméljük, hogy nálunk fogja kamatoztatni ezt a tehetséget hosszú időn keresztül. A tolnamözsi már hagyományosan jó futzálos, utánpótlás nevelő munkát bizony igazolja, hogy vannak újabb 16-17 éves tehetséges lányok, akiket már nagy reményekkel mélyvízbe is dobnak, talán az idén ősszel, vagy jövőre tavasszal. Három olyan játékosunk van jelenleg, aki közel áll ahhoz, hogy NB1-es kerettag legyen. Kulcsár Panna a kapuban ugye régóta együtt készül a felnőtt csapattal, és felnőtt kerettagnak tekintjük. Azért védett az U17-ben tavaly, mert ott nem volt kapus, tehát ő azt mondjuk, hogy visszajátszott az U17-ben. De a következő bajnoki évben szeretnénk, ha stabil NB1-es kapus lenne, még a második számú kapus is. Sereg Zita egy nagyon tehetséges madocsai kislány, ez évben már együtt készült nagyon sokszor a felnőtt kerettel. És hát a jövő nagy tehetsége Kis Gréti, aki ez év decemberében tölti be a 15. életévét, és utána reményem szerint az NB1-es keretnek a állandó tagja lesz. Ahhoz, hogy eredményes élcsapat legyen és maradjon Tolnán, ahhoz mindenképpen igazolni kell, amire többnyire a fővárosból van lehetőség. És az ott dolgozó tolnai edző Nagy Roland igyekszik olyan játékosokat megtalálni, akiknek az anyagi igényei igazodnak a szerény tolnai lehetőségekhez. Egy nagyon jó szellemi csapat jött össze tavaly nyáron, tolnai színekben a pesi lányok részvételével. Jó magam is meglepődtem, hiszen előtte nem igazán ismertem őket, és nem is az NB1-ben nevelődtek, de közülük van, aki válogatott szintű játékot mutatott be nálunk, és egy nagyon intelligens, nagyon jó hozzáállású csapatról van szó, szinte senki nem lop ki a sorban. Minden pesti lányra számít Simon Ferenc elnök, aki tavaly a keretben volt. A mostani elképzelések szerint júliusban legkésőbb mindenképpen szeretnék elkezdeni Nagy Roland irányításával az edzéseket.